Muráliák. A Magyar Színház épülete a Hevesi Sándor téren áll. Az eredeti épületet 1897-ben építették Láng Adolf tervei szerint. Azóta az épület számtalan alkalommal átépítésre került, és számos társulat megfordult a színházban. A mai színházi arculatot, amit látunk, ennek a tervei Aszbay Sándor készítette 1964 és 66 között. Az építető a tervezőművész kérésére nagyméretű domborműves pirogránit burkolatot rendelt az épületnek a főhomlokzatára. A zsűri tetszését Illés Gyula szobrászművész tervei nyerték el a leginkább. Illés Gyula munkásságára rendkívül jellemző a nagy tömegekben való gondolkodás és a pozitív-negatív elemeknek a játéka. A burkolat tematikája a színjátszást, a színházi világot jeleníti meg. A figurák, ez az absztrahált megfogalmazás nagyon szépen ritmizálja a domborművet. Majd 200 négyzetméteres felület, több mint 700 zsolnai pirogránit elemből épül föl. Illés Gyula egyébként rendkívül sok közületi megbízást vállalt Budapesten. Az egyik nagyon populáris, mindenki által ismert alkotása a Kálvin téri metró aluljáróba készült. Ez a vörös márvány dombormű, ami a valaha Kálvin téren álló kecskeméti kapu emlékére készült.